Bühnisch. Bühnisch lelkemről, és minden bérkemről. Ez mondja a Zsoltáros, hogy tisztuljunk meg a mai napon is. A bűneink védkeink jó, mert minden ember bűnös. De azt mondta Jézus, amit én tennap szolgáltam otthon, oda-haza is a gyülekezetben, hogy azt mondta Jézus, hogy ő minket meg fog egy napon szentelni. Mert azt mondta, miképpen én szent vagyok, ti is szentek lesztek, ha Isten. Amen. Isten olyan egyházét fog visszajönni, ami tiszta, szemlőtelen, csövörtelen. Olyan fog magával vinni. De a bűnös ember nem fog magával vinni Jézus Krisztus a mennyben. Nagyon fontos, hogy a mai napon is meg lehet tisztulni. A mai napon is meg lehet élni. A mai napon is meg lehet változni Jézus nevében. És ha lesz rá lehetőség, akik még nem tértek meg, hogy a pásztor fog prédikálni, nem tudom mikor, akkor az úrban ráhelyezni majd a vége fele, hogy aki még nem tért meg, hogy jöjjön ki, hogy fogadja a názareti Jézus Krisztus az engedtelő áldozatát. Hogy örök életre legyen. Fontos, hogy eldöntse az ember az életét. Mert a mi sorsunk, a mi kezünkben volt akkor is, mikor nem szolgáltunk Isten. És Isten megszólított minket. És azt mondta ember, ha nem tész meg, meghalsz. Dicsőség az Úrnak, hogy akik itt vagyunk, mindnyájan hiszem, hogy megtértünk. Megtértünk és szolgáljuk az Isten. És nem választhat el minket se magasság, se mélység, se kilométerek, se országok Istentől.